Olyan virtuóz romatánc fogadott bennünket a zombai roma önkormányzat évadzáró karácsonyi ünnepségén, ami minden belépőt, különösen a nem roma származású tánckedvelőket valóban magával ragadta. Alig, hanem egy bartinásnak, vagy éppen egy paksi tűzvirágosnak, hogy csak a két kiemelkedő Tolna megyei országos hírű tánccsoportot idézzük meg, feladná a leckét, eme tánclépések autentikus rögtönzése, de még a betanulása is. A zombai romák között szerencsére sokan képesek ilyen szintű cigánytáncra, amire épít is a nemzetiségi önkormányzat, és tánccsoportjuk valóban már régebb óta olyan szervezett és magas nívót képvisel, amivel nem csak önmaguknak hoznak sikereket, hanem a településnek is. A legbüszkébbek a zombai virágszálak roma klubra vagyunk, a tánccsoportunkra, hiszen egész évben rengeteg próba és rengeteg fellépésen vettünk részt. Tolna megyében, Orosházán, és túlléptük a határt, és Romániában is jártunk. Illetve ami most pluszban történt ebben az évben, hogy augusztus 2-án a Roma Holokauszt emléknapra állítottunk egy emlékfát a romai katolikus templommal szemben. 2013 mérföldfő volt a zombai virágszálak tánccsoport életében. Eljutottak ugyanis az ezüst minősítésig. Az idén az aranyra hajt a zombai gyerekcsoport, amit újra Balatonberényben szerezhetnek meg. A gyerekeknek ez egész magas spektruma van, tehát hogy egész kicsitől egészen a felnőttig, de igazából maradunk ennél a gyerek kategóriánál. Mivel a felnőttek is aktívak, így a gyerekek kollektív képzése is megoldott. Több generáció együttes fellépésével is sikereket aratnak. Megérett már az idő arra, hogy önálló zenekara is legyen a tánccsoportnak. Vigyázó tekintetüket Bátára szegezik, ahol már régebb óta működik egy nagyon sikeres tamburazenekar. Mi még a zene kategóriában nem tudunk sajnos előrelépni, bár jövőre, most rátapintott a lényegre, egy tambura oktatás fog indulni 2020 elején, amikor majd Orsos György népzenész hazaér Írországból, akkor a gyerekek, főképp a fiúk kérték, hogy legyen egy ilyen oktatás, de ami nekünk most nagyon lételemünk, az a tánc. A további előrelépéshez feltétlenül szükséges egy profi táncoktató mihamarabbi leszerződtetése már 2021-re. Úgy tűnik, egy másik népcsoport tánca is bekerülhet az együttes repertoáriába. Jövő évben a Keli Peszkerom, a Pécsi Gandhi Gimnáziumtól jönnek oktatni a Bobó Gyuri, Rommel Bobó Gyuri és a kedves felesége, és rá fogunk állni jobban a román táncokra, hiszen Magyarországra most ez a vonal vonult be, és ezt kérik, tehát amikor mi elmegyünk fellépni romanapokra, falunapokra, vagy bárhova, akkor ez most már ilyen divat lett. A karácsonyi ünnepség keretében megemlékeztek Zomba leghíresebb, innét elszármazott művésznőjéről, népdal és operaénekeséről, Boros Jolánról, születése 105. évfordulója apropóján. A Dankó Rádióban ma is gyakorta szereplő énekesről van szó. A műsor keretében egy-két ismertebb Boros Jolán dal is felcsendült a Zombai Művelődési Házban, Bíró Jolán tolmácsolásában. Emlékplakettel jutalmazta a zombai roma nemzetiségi kisebbségi önkormányzat Témer Istvánt, Zombán élő helytörténészt, akinek kutató munkája nagyon kellett ahhoz, hogy Zomba település lakói előtt is nyitott könyv legyen híres szülöttük Boros Jolán, akinek emlékművet is állítottak néhány évvel ezelőtt a település szabadidőparkjában. Újraillett a településen a Boros Jolán kultusz.
Kétszer volt zomban ebbe a műfázba itt adott műsort, előtte fölment a temetőbe a szüleinek a sírját, ezt az édesapjának, mert az édesanyja még élt, annak a sírját felkereste, és két alkalommal adott itt Magyar Nóta este zombán, és amikor én beszéltem vele telefonon, mert sikerült telefonon megszerezni, hogy egy riportot készítek vele, akkor már mondta, hogy ő most már 83 éves, és nem lép föl, és sajnos, hogy akkor erre nem került sor, hogy egy riportot tudtam volna készíteni, de körülbelül fél órát telefonon elbeszélgettünk a régi zombai emlékeiről, személyre szólóan, meg én is bemutatkoztam, hogy ki vagyok, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy a személyes találkozás így elmaradt. Minden bizonnyal a művésznő ezután hamarosan bekövetkező halála miatt is. A zombai roma önkormányzat karácsony záró ünnepsége az idén is az elmaradhatatlan, sokak számára nagyon fontos élelmiszer csomagok kiosztásával zárult.